Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Jön egy kis Destiny 2, egy hányattatott játék, mely kétségbe esettem próbál, hogy is mondjam, kiúszni a partra a mély vízből, és megmutatni, hogy igen, képes vagyok rá. És eljött a Destiny 2 Forsaken ideje, és mindezek előtt az Activision Bungie-val együtt egy hatalmas kampányt szerveztek ennek, hogy ez de kurva jó lesz, mennyi tartalom van benne, tehát hatalmas lett a hype körülötte. Nem csodálom. A Destiny egy jó játék. A Destiny-nek fasz a története van, a Destiny szép, a Destiny nagyon jól játszható, és játszhatja magát. És ebből adódóan nagy a rajongóbázisa, mind casual, mind hardcore téren. Jó magam, úgy voltam vele, hogy én hardcore fan leszek ebben a játékban, tehát az első rész nagyon tetszett, bár nem volt konzolom, hogy játszom vele, és ezért csak videókon keresztül élveztem a contentet, és mikor ugye végre kijött PC-re is a második rész, én azt mondtam, hogy én ebbe a játékba teljesen bele fogok uzulni, ott leszek, orba szájba fogom ezt játszani, és föl is ki se kellek a gép elől. És megjelent a játék, és így is lett. Ki se kelltem a gép elől. Destiny reggeltől estig. És ez volt a hiba. Ez volt a hiba, hogy ezt tettem, hogy mert én ilyen vagyok. De az a fajta játékos vagyok, aki ha megkap egy játékot, és tudom, hogy tudja, hogy ezt nagyon fogja élvezni, én belevetem magam, apai, anyait beleadom, és hardcore módra játszom azzal a játékkal. És a probléma az, hogy a Destiny-t nem erre tervezték, vagy hogyha erre tervezték, akkor nagyon mellé lőttek. És ugye hamarosan jöttek a hírek a Destiny-ről, hogy nincs benne elég tartalom. Hát, hogy a viharos faszban lenne? Hát persze nincs benne elég tartalom, mivel egy hardcore játékos az egész játékot bim, kinyomta egy... Hát nekem egy, azt mondom, hogy egy 300 óra alatt kipörgettem a játékot arra a szintre, vagyis hát max szintre igazából, és azon belül arra a szintre, amit én teljesen elégségesnek éreztem, hogy endgame-ben szerepeljek, ami ugye a raidek voltak, láthattátok is a videókat régen erről. Néztem ott egyszer régebben egy Black Desert online videót, és annak a címe az volt, hogy a Black Desert online az nem egy sprint, hanem maraton. És igazából ott döbbentem rá arra, hogy a Destiny 2 is, ha azt szeretnéd, hogy ez a játék neked sokáig kitartson, és legyen benne tartalom számodra, akkor jobb, hogyha ezt a játékot nem lesprinteled, hanem egy maratonként játszod. Mire gondolok itt? Egyszer egy héten, egyszer egy hónapba, kétszer egy hónapba, de ne csináld azt, amit én, hogy leülsz, bim, kirassolod az egész játékot, belenyomsz 300 órát, amit megvetted ezt a játékot, kifogysz a tartalomból. Ezért volt az, hogy jöttek a hírek, hogy a Destiny 2-ben nincs tartalom. Nem mondom, hogy nem igazak, tényleg nincs olyan sok tartalom. Azért a pénzért, amit kifizetsz ezért a játékért, az első évben kifizettél a DLC-kért, a single playerért, mindenért, azért a pénzért tényleg kevés a tartalom, nem fogok hazudni. De a hátul ütője, az összeesküvés elmélet az egész mögött, hogy miért kezdték el a videósok lehúzni a Destiny-t, hogy nincs mögötte tartalom, nincs mögötte játék, és részben igazuk volt, az azért, mert azok a videósok, amelyek Destiny-re helyezték a csatornájuk jövőjét, azoknak nem maradt content, amit csinálni, videót. Hát persze, hogy mit csinálnak akkor, panaszkodnak. A bétában azt mondtam, amikor értékeltem ezt a játékot, hogy a Destiny 2 nem lesz más, mint a Destiny 1. Ha a Destiny 1-ben A pontból B pontba mentél és lőttél, a Destiny 2-ben sem kell más csinálni, A pontból B pontba menni és közben lőni. A játék struktúrája és core elemei nem változtak. Destiny 1 szinte olyan, mint a Destiny 2, még tartalomügyileg is, pont ugyanolyan kevés. Nem egy ingyenes játék, mint a Warframe, amit naponta, bocsánat, három havonta update-elnek valamiből, hogy legyen tartalom. Nem, ezt egyszerűen megveszed, ennyi tartalom van benne, és voilà! Ennyit kapsz a pénzedért. Sajnos keveset kapsz a pénzedért, mert a játék kurva drága ahhoz képest, amennyit kapsz. Ezen felül ugye kitalálják, hogy minden DLC-t vegyél meg egy egész éves paszt, hogy legyen játéktartalmad. Ez van.
A játék sajnos nagyon ragadozó szintű a vásárlóival szemben, Activision, mit várunk tőlük, ők a kiadók, nagyon ragadozó, nagyon sok pénzt akarnak tőled elvenni azért a tartalomért, amit kínálnak. És ez az, ami nem éri meg a Destiny-ben manapság. A pénz, amit kifizetsz, vs. a tartalomért. Más játékok többet adnak ezért a pénzmennyiségért. Viszont az Activision és a Bungie is nagyon jól tudja, hogy a core játékosok, a fanok, azok meg fogják venni. Én is úgy voltam vele, nem, most már nem szabad megvennem, nem szabad támogatnom egy ilyen játékot, de szeretem, nem tudok mit csinálni vele, szeretem a Destiny-t, és hajlamos vagyok vele hardcore játékosként játszani, amikor egyszer ne belelendülök, és szeretem a történetet, amiről úgyis fogok videót csinálni, hogy miről szól a Forsaken. Szeretem a lore-ját, élvezem a sztorit, és élvezem a játékmenetet, amikor játszom vele, és éppen nem kirásolom az egész játékot. És akkor, bocsánat, hogy ilyen hosszú intrót csináltam, de térjünk rá a Destiny Forsaken értékelőre és bemutatóra. Őszintén, ahogy látom ezt az egészen. Megjelent a Forsaken, nagyjából 2 napot gondolkodtam azon, hogy megvegyem, és megvettem, persze, hogy megvettem. Kíváncsi voltam a történetre, és hogy folytatja, és hogy mennyi tartalom lesz ebbe az egészbe. Szóval nem adtam ki a teljes éves passzérpénzt, csak a Forsaken mint DLC-t vettem meg, és azzal együtt ugye jön maga a Forsaken single player, jön a Gambit multiplayer, illetve jön az új raid. Ezek lesznek benne, semmi más, ami ezen kívül jönnek a DLC-k az idei évben, az külön meg kell venni a anyátokat. Hát most komolyan? 34 fontomba került csak maga ez a DLC. Lássuk, megéri-e az, hogy 34 fontot kifizessek a DLC-ért, a Gambit-ért és a raidért, meg gondolom lesz még egy-két extra esemény, stb., amit így behoznak ingyen, hogy nesze nektek egy kis csont, örüljünk neki. Na de, elkezdtem játszani a Forsaken-nel, és hát mit ne mondjak, megint csak hardcore módon belementem, megemelték a szintet 600-ig, ha jól tudom, ugye 600-os gearscore-t lehet ossá elérni. Na most felkeltem reggel, mit tudom, dél körül elkezdtem játszani, este 11-re már max szintes voltam, max gearscore-ra, szóval ennyire hardcore játékos vagyok ebből a szempontból, úgyhogy eddig tartott. Nem meglepő, és nem hazudok, eddig tartott. Szóval reggeltől estig, hát nem egy ilyen 10-11 óra alatt kimaxoltam magam. A Forsaken úgy volt elosztva, hogy a sztorit némi farmolással, gírezgetéssel és level up-pal tud megoldani, mivel hogy eléggé megemelték a level szintet, így aztán különböző bossokat egy kicsit nehéz volt legyőzni, hogyha nem volt meg rá a gear score-od, úgyhogy föl kellett magad tápolt, de nagyon gyorsan ment, hát mint a cukrot úgy dobálta a játék a gear score-t, az újabbnál újabb, magasabb és magasabb gear score-ú cuccokat. Úgyhogy nagyon gyorsan el lehetett érni addig az 500-as gearscore-ig, kb. Ami bár a belépő szint, az 500-as gearscore, a belépő szint az új strike-okra, valószínűleg ugye a raid-re, de hamarosan majd csinálok arról is egy videót, hogyha eljutok odáig, hogy játsszak vele, és ez az új belépő oda, és ezt nagyon gyorsan elérted, nagyon gyorsan, és innentől kezdve, hogy ezt elérted, tehát a hosszú idő az egészben, mert nagyjából egy óra alatt megcsináltad a Forsaken-nek a sztoriát addig a részig, amíg a gearscore-ból kifutottál. Na most a farmolás, a hosszú idő, ugye mondjuk abban a 10-11 órában, az volt, hogy feltápold magad, tehát mondjuk 9 óra arra ment el, hogy feltápold magad a megfelelő gearscore-ig, hogy a megfelelő bossokon túl tudjál menni azzal a gearscore-ral. És utána volt még egy kevés, mondhatni, single player rész, és vége. És mindez, plusz ugye a Gambit, ami amúgy egy tök jó koncepció, tényleg jó ki van találva, az úgy néz ki, hogy van egy multiplayer PvE-PvP kombináció,
fogod és harcolsz mobok ellen, mobokkal pontokat gyűjtesz, amit leadsz egy bankba, és ezáltal nehezíted meg az ellenfél csapat életét, és egy adott ponton átmehetsz az ellenfél csapat pályájára, és kiiktathatsz ott egy-két ellenfelet. Ez egy tök jó kombináció, hogy őszintelek, jó game, és úgy önmagába tényleg el lehet vele jól szórakozni, és ugyanolyan, mint a multiplayer ebből a szempontból, de nem tudom rá azt mondani, hogy tyű, de különleges, és azt a de kurva jó, de jól fogsz vele szórakozni, és ad játék időt, és érdemes bemenni oda cuccokat szerezni, mert elég jó gíreket dob, úgyhogy ja. De ugye, ha nem veszed meg a Season Pass-t, akkor ennyi volt. Kifutottál tartalomból. 10 óra. Szóval, ha megveszed, ha gondolkodsz abban, hogy megvedd a Destiny 2 Forsaken-t, akkor ne rásolj vele. Csak szép lazán. Add meg a módját, amíg odaérsz. Viszont ugye, másrészt kíváncsi vagy arra, hogy mi a történet, hogy folytatódik tovább, és az ember így is lerásolja. Egy egyszerű single player, és utána, és ugye a probléma még az hogy lerásolod a single player, de miközben mindezt megteszed, elérsz egy 500-as gear score-t, tehát miután végzel a single player-rel, utána már így a farmolásnak sem nagyon látod értelmét, mert az 500-as gear score-ral mindenhol kurva erős leszel. Leszámítva ugye egy strike-ot, egy raid-et, stb. Tehát ott egy kicsit megizzadsz, és az így van rendjén. Legalább annyi fun maradt a Destiny-ben, hogy megizzadjál egy-két helyen, de ennyi, semmi több. Tehát jó, feltápolhatod magad 600-as gear score-ig, jó nehezen, az tényleg sok idő lesz, az tényleg sok farmolási idő lesz, de miért tenném, hogyha az 500-as gear score-ral sehol sincs kihívás? Miért menjek el akkor 600-as gear score-ig, hogyha már az 500-assal odaversz mindenkit? És tudjátok, ott van Marson, a Warmind DLC-vel jött, és Marson ott van az a public event, amit te mindig el tudsz indítani, és egy ilyen, ugye jönnek a szörnyek hullámokba, az nem számít egy könnyű küldetésnek, hogy össze. Oda kell egy csapat. Hát legalább 5-6-7 ember kell, hogy azon az egész sorozaton az ember végigmenjen, és végigcsinálja az egészet. És ugye ott az utolsó fázis, és szinte only bossok jönnek az utolsó fázisban, szóval kurva nehéz abban a szempontból, és nagyon megemelkedik a gear score is, ami kell hozzá. És ezzel az 500-as, majdnem 500-as gear score-ral, amikor ott jártam és csináltam még azt challenge-et, hogy legyen egy kis farmolás XP, stb., hogy feltápoljam magam ugye az 50-es szintre, akkor voltam olyan 495 gear score körül, de már ott éreztem, hogy mennyivel könnyebb lett a 345-öshöz képest a játék. Szóval még nem mondom azt, hogy nem volt challenge, de lényegesen könnyebb volt. Úgyhogy Destiny 2 Forsaken, hogy is mondjam, megadja a pénzedért, amit akarsz, meg nem is. Mert megadja a pénzedért azt az élményt, hogy nem kell 100 órákat farmolj, hogy elérd az 500-as gold skirt, és kijátsz kényelemmel a single player-t, viszont elveszi az örömöt a single player utáni játéktól. Mert hogy az 500-as Gorskir éppen elég OP ahhoz, hogy ne akarjál 600-ért menni. Ez azért nem semmi csapda, nem? Szóval egyrészt boldog is vagyok, mert hogy a pénzemért nem kell végig killódjam az eseményeket, és hogy nem tudom, több száz órát vegyen igénybe, hogy felformolja magam addig a szintre, hanem a pénzem megkapom azt, hogy kiátszhatom a Forsaken single player-t. Másrészt szomorú is vagyok, mert az egész ennyi volt. És nem jut több, hogyha nem veszed meg a Season Pass-t, akkor nem jut több. Ennyi. Lesz a Gambit, lesz a Raidek, és valá azon végigmész annyit, amennyire akarsz, és jól érzed magad ott a haverokkal, a spanokkal, de van, aki szólózna, akkor annak még a Raid se jut. Szóval egy kicsit szomorú is ebből a szempontból. Szóval végső összefoglalónak tudom, hogy sokat panaszkodtam. Hát nem valami panaszkodásnak. Én úgy gondolom, inkább ez egy őszinte meglátás a játékról, szóval nem panaszkodás. Végső összefoglalnak azt mondom, hogy én nem sajnáltam megvenni ezt a DLC-t.
Jól éreztem magam közben, és tehát élveztem a gameplayt, és Isten az atyám, még adrenalin is volt, amiközben a bossokkal harcoltam, mert jó meg volt csinálva, és kész. Szép a játék, jó tartalmat ad hozzá a lore történethez. Nem sokat, de hozzáad a lore történethez. És jól néz ki az egész hely. Hát Destiny öcsém, szép a játék, élvezed a gameplayt, könnyed a gameplay. Szóval úgy minden megvan benne, amivel leültet a gép elé, és ott tart, hogy játsz még, játsz még, játsz még. És ez tök jó Destiny-ben. És ezért nem bántam meg, hogy megvettem a Forsaken DLC-t. Élveztem minden percét. És remélem eljutottatok idáig a videóval, szóval hashtag macskabugyi, ezt kérem leírni a kommentbe, hashtag macskabugyi, mert akkor eljutottam odáig, hogy értsd meg, hogy miről beszélek. Szóval minden percét élveztem, nagyon rövid volt, és kevés a tartalom, ami ezután jön, pont emiatt, hogy elérted azt a magas gearscore-t nagyon gyorsan, és nincs szükséged arra, hogy erősebb és jobb legyél. Azt az egy pár fegyvert meg ki fogod farmolni idővel. Főleg, ha hardcore játékos vagy, valószínűleg ki fogod farmolni azonnal. Szóval én megmaradok most már az a Destiny játékosnak, aki egyszer vagy kétszer előveszi egy hónapban a játékot, és annyi idő alatt annyi változás történik a játékban, hogy újabb 10 órányi játékot kapjak belőle. És akkor megint lerakom, megint előveszem egy vagy két hónap után, és megint játszok vele. És akkor megint lesz annyi szórakozás. És tudjátok, így azért megéri. Most már 300, talán 300 plusz órán van a Destiny-be, de úgy döntöttem, hogy lelassulok, többet nem rásolok vele, mert nagyon gyorsan kifutok a contentből, és nagyon gyorsan elkezdem unni a játékot és a farmolást. De amíg van cél, amíg van miért farmolni, addig fasz a dolog. Úgyhogy nekem most majd a következő lépés az, hogy egy raidet lenyomjak, a Gambitot kicsit többet játszam, és ja, ennyi. Ennyi. De nem fogom nap mint nap nyomatni a játékot, mert nem szabad, mert nagyon gyorsan megunsz egy amúgy nagyon jó játékot, egy nagyon jó koncepciót. Úgyhogy meg kell adni ennek a játéknak az időt, nem szabad vele rassolni, azért, hogy ne utáld meg, és hogy ne unt meg, hogy érezd azt, hogy mindig van, amit tegyél, még mindig van, amit tegyél a játékba, hogy jön hozzá annyi változás egy hónapban egyszer, egy héten egyszer, amiért érdemes fölmenni, és érdemes csinálni. Mert ha hardcore-ként játszol vele minden nap, akkor annak nem igazán lesz jó vége. És a másik probléma az, hogy annyira könnyed és annyira szórakoztató tud lenni, amikor játszol a Destiny-vel, hogy ott ragadsz a képernyő előtt, és játszol, és csak játszol. Egy ilyen 22-es csapdája, tudod, hogy kifogysz hamarosan a tartalomból, ha nem hagyod abba a játékot, ugyanakkor a játék nagyon játszatja magát, és játszani akarsz vele. Úgyhogy ja, nagyon erősnek kell lenni ebből a szempontból, és azt mondta, hogy na most Destiny, én leraklak egy hónapba, és egy hónapban csak egyszer játszok veled, azért, mert azt akarom, hogy szórakozást nyújts, amikor játszom veled. Ja, ezt most megfogalmaztam, igaz? Srácok, köszönöm a figyelmet. Ha tetszett a videó, tetszett az érték, akkor dobj egy masszív lájkot, ha nem, akkor egy diszlájkot. Kommenteket várom, hashtag macskabugyi, ne felejtjétek el videó szekciójában, kérdéseket itt vagy ne, vagy Facebookon, Discord szerverünk bárki számára elérhető. Viszont azt kiemelném nektek, és belerakom a videó leírásába, Magyar Destiny 2 közösség Discord létezik. Szóval, hogyha szeretnél játszani a Destiny-vel és keresel társakat, Magyar Destiny 2 Discord közösség létezik, linkjüket megtalálod ennek a videónak a leírásában. Csatlakozz oda hozzájuk, mert még ha más klánokba is vagytok, nem számít, mert a Discord közösség maga ugye nem azt nézi, milyen klánból jössz, hanem az, hogy kikkel tudnak egymással játszani a játékosok. Szóval akár csatlakozhatsz az én Destiny 2 klánomba is, a The Necro Army-ba, és de közben játszhatsz ott azon a Destiny 2 magyar közösségen, hogy mindig találj játékost magadnak, hogyha szükség van rá. Srácok, most ha tényleg ennyi lett volna, köszönöm a figyelmet, sziasztok!